Sziasztok! Németh Gábor vagyok, és ma megmutatom nektek, hogy hogyan emelkedik a csomag közepéből a néző által kiválasztott és akár aláírt kártyalap a csomag tetejére. Tartsatok velem ma is! Először is szeretnék köszönetet mondani a Superfly-nak, a Kárpát építőnek és a Saxo London csapatának, hogy segítenek nekem abba, hogy alkalomról alkalomra újabb és újabb részekkel kedveskedjek nektek. Igazából ez az effekt, amelyiket a néző úgy kvázi elvárja a bűvésztől, hogy tudja. Van néhány olyan alapvető effekt, ami a néző fejében úgy létezik, hogy ezt kvázi bármelyik bűvész meg tudja csinálni. És igazából nem sokat téved. Szerintem a kettő ilyen legfontosabb effekt, amit meg kell tanulnia minden egyes kezdő bűvésznek, az, amikor kihúz egy lapot a néző és megmondja a bűvész, hogy ez melyik kártyalap, a másik pedig az, amikor megfogja a néző kártyalapját, belerakja a csomag közepébe, majd egy csettintéssel feljön a csomag tetejére. Ma az utóbbit fogjuk megtanulni. Ez, amit most láthattatok, ez nyilvánvalóan az egyik legalapabb lejátszása az Ambitious-Scaled rutinnak. Ennél vannak sokkal szofisztikáltabb, sokkal bonyolultabb kézügyességi mozdulatokat igénylő variáció is, de szerintem kezdetnek teljesen úgy, ha ezt megtanuljátok. Ugyanúgy érvényes erre is, mint bármelyik másik bűvésztükről, amit tanítottam nektek, hogy gyakoroljatok, és nem fogjátok kitalálni, de gyakoroljatok. Ha úgy érzitek, hogy már tényleg tudjátok ezt a trükköt, akkor mutassátok meg a családtagjaitoknak, és majd csak utána menjetek ki, és terjesszétek a varázslatot mindenkinek. Nézzük, hogy is néz ki ez a trükk. A bűvész odalép a nézőhöz, elővesz egy teljesen hétköznapi francia kártyát, majd megkéri, hogy egyetlen egy kártyalapot válasszon ki. A néző kiválaszt egy kártyalapot, és megmutatja. Utána aláírhatja azért, hogy biztosak legyünk benne, hogy nincs még egy ilyen kártyalap az egész univerzumban. Majd megfordítjuk képpel lefele, berakjuk a csomag közepébe, és most, hölgyeim és uraim, megtörténik a lehetetlen. Ugyanis, amint bemegy a csomag közepébe a kártyalap egy csettintésre, BAM! Feljött a csomag tetejére. Itt már a néző teljesen elhűlt, hogy meghazudtoltuk a fizika törvényeit, és ilyen lehetetlen. De a bűvész nem adja fel, ugyanis mutatja, hogy ez csak a kezdet, mutatok jobbat ennél. Megfogja, megfordítja egyszer, kétszer, és háromszor a kártyalapot, majd kitolja, hogy lehetetlen legyen elveszíteni a szem elől. Betoljuk a kártyalapot és a legfelsőt ugyanúgy a csomag közepébe. Megfogod. Berakod ide. Lehetetlen, hogy feljöjjön. De egy csettintés elég. És a legfelső kártyalap már megint az ő kiválasztott kártyalapja. Na most, ha már ezzel is készen vagyunk, akkor azt gondolja néző, hogy ilyet lehetetlen. Tehát ilyen nem lehetséges, hogy ezt az effektet tudjuk még überelni. De igen, a bűvész maga biztosan megfogja a kártyalapot, kicsit meghajlítja. Azért, hogy véglegesen láthatóvá váljon, hogy hol van a kártyalap. Rárakja a csomag tetejére, elemeli, leveszi a meghajtott kártyalapot, berakja a csomag közepébe. Majd igazából egyetlen egy mozdulat, egy csettintés, és BAM! Egy lap megemelkedett. Ami nem más, mint az ő kiválasztott kártyalapja! Hölgyeim és uraim, ez lehetetlen, de most valósággá vált a lehetetlen. Nézzük, hogy van ez a fantasztikus effekt, amivel az előbb meghazudtoltam a fizika törvényeit. Igazából ez valójában tényleg csak kézügyesség, és egy nagyon egyszerű technikát alkalmazunk benne, ami nem más, mint a dublírozás. Rengetegféle fajta módon lehet csinálni, de amit ebben használtam a legelején, az nem más, mint a center double, ami azt jelenti, hogy a középről két kártyalapot vettem ki a legelején. Az azt jelenti, hogy elkezdtem lepörgetni a kártyalapokat, mint hogyha riffelözném őket. Ugyanezt a pörgetést használjuk általában a forszírozásnál, és amikor kisfiunkben van hátul, és azt mondja néző, hogy stopp, és ott állítjuk meg igazából, ahol mi akarjuk. Na de, nem ez a lényeg. Hanem pörgetjük le a kártyalapot, és amikor a néző azt mondja, hogy stopp, vagy éppen mi ki akarunk venni egy kártyalapot, akkor berakjuk a jobb kezünknek a mutatóujját, és kettő kártyalapot még fellövünk, de ezt úgy csináljuk, hogy közben a középsőjünkkel kifordítjuk azt a két kártyalapot egyként. Tehát valójában ez itt egy dupla. Innentől kezdve nyilvánvalóan önmagától értetődő a trükk, de azért mutatom még egyszer. Szóval, elkezdjük lepörgetni a kártyalapokat, bum, megállítjuk valahol, szépen hatalmasan egy nagy lyukat csinálunk, és egy-kettő kártyalapot még utána pörgetünk. Ha ezt jól csináljuk, akkor ez nem látszik, mert a kártyalapok egymás alatt vannak. Nem így pörgetjük, hogy látszódjon, hogy van még ott még egy kártyalap, hanem mindig úgy csináljuk, hogy a néző felé legyen, és a néző felülről lássa. Így most ezt a kettőt pontosan egy kártyalapnak látja, kifordítod a sarkánál, úgy fordítod ki, hogy a sarkát megfogod, elkezded kifordítani, és a gyűrűsújjadon, a bal kezed gyűrűsújján fog elfordulni a kártyalap. Na most, ha ezzel megvagy, akkor itt már két darab kártyalap van. Ezt természetesen rárakod a csomag
tetejére. Ha akarja, néző alá is írhatja, teljesen mindegy, az ennek, hogy ne csúszson szét a két kártyalap. Szóval aláírta ezt a kártyalapot a néző, te pedig visszafordítod a csomag tetejére. Az indiferens kártyalapot azt pedig leemeled és berakod a csomag közepébe. Nyilvánvalóan innentől kezdve automatikusan fel fog jönni az ő kártyalap, mert hát ott hagytuk a tetején, de betöljük ezt a kártyalapot, csettintünk és feljött. Amíg a néző elhűlt attól, hogy lehetséges az, hogy az ő kiválasztott kártyalapja feljött a csomag tetejére, mi csinálunk egy úgynevezett buckle mozdulatot, ami azt jelenti, hogy a legalsó kártyalapot kicsit meghajlítjuk és berakjuk oda a kisújunkat. Tehát buckle, kisúj. Ezt nem feltétlenül kell buckle-lal, lehet egy pinky count-tal is, amikor kisújunkkal a legalsó kártyalapot lehúzzuk. Én jobban szeretem a buckle-t, mert nekem az kényelmesen még egy fokkal egyszerűbb, amikor a mutatójunkkal csak így meghúzzuk az alsó kártyalapot, és ezáltal az automatikusan kinyílik, ugyanis ahogy meghúzzuk egy ilyen sréhen, a tenyerünknek ebbe a részébe van a 8-asnak a másik indexe, tehát amikor meghúzzuk, akkor igazából azt fogja feltartani, és emiatt nyílik itt ki. Tehát nem egyenesen hátrafele húzzuk, mert akkor el fog fordulni a kártyalap valahogy így, hanem egy kicsit sréhen húzzuk magunk felé, ezáltal fog kinyílni, és lesz ott a rés. Szóval, ha megcsináltuk már ezt a rést, akkor utána nincs semmi más dolgunk, mint hogy a másik kezünkkel, tehát a jobb kezünkkel átvegyük a csomagot. Úgy fogjuk átvenni a csomagot, hogy ez a rés megmaradjon. A jól ismert swingcat mozdulattal viszont le fogjuk emelni a csomag tetejét. Eddig nincs benne nehéz a swingcat, ahogy már ezt említettem számtalan videóban, az a mozdulat, amikor ebben a pozícióban fogod a kártyacsomagot, tehát hüvelykujjal és középsújjal a jobb sarkánál és a mutatójaddal felemeld a tetejét, kifordítod, és a bal kezednek ebbe a kis részébe berakod a kártyacsomagot és leveszed. Itt nagyon kell ügyelnünk rá, hogy ne veszítsük el ezt a break-et, ugyanis amíg megvan ez a break, addig simán meg tudjuk majd ezt csinálni, hogy megfordítjuk, majd, mivel ebben a pozícióban fogjuk a csomagot, a mutatójunkkal rá tudjuk rakni ide a közepére. És ezáltal az történik, hogy ezt elkezdem kitolni, és a másik kezemnek a mutató ujja pedig itt van, hogy csak egyetlen egy lap menjen ki, ami nézőnek a választott lapja. És amíg közben ezt csinálom, addig ha látjátok, az alsó kártyalapot, ami breakben van, azt rárakom a tetejére. Tehát itt kvázi egy lapot rálopok. De mivel ezt úgy csinálom, hogy kitolom, itt nem látszik, itt már ráraktam a másik kártyalapot, és így fordítom meg, tehát kifele, lefele, ezért nem látszik, hogy én ott valójában már ráloptam egy kártyalapot, hanem úgy néz ki, mintha még mindig a legalsó kártyalap lenne a 10-es. Igazából itt még nekem soha senki nem mondta, hogy ez valóban a legalsó kártyalap lenne, akkor ennek le kéne esni, mert nem tartja semmi. Tehát ez egy ilyen anomália, amit általában nézők simán be szoktak nézni. Mert valójában, hogyha tényleg itt lenne, akkor ez így le tudna esni, hogyha nem tud olyan tök jól fogni. Na mindegy, szóval itt van a kártyalap. Utána betolod szépen lassan, ami valójában a második helyre fogod rakni ezáltal, és utána egyből kinyitod ezt. Nem feltétlen kell legyezőbe kinyitnod a kártyát, ha éppen nem tudsz. Az is elég, hogyha utána a legfelső kártyapot csak beszúrod középre, kinyitod a másik csomagot, és azt is berakod középre. Tehát ezzel ugyanazt éred el, hogy ez a kártyalap itt lesz a tetején. Mert hogy, ha figyelsz, akkor itt az a lényege, hogy itt van a kártyalap, megcsináltad a buckle-t, elemelted, megfordítottad, kitolod, rajta van a plusz lap, lefordítod, betoltad, és ha itt azt csinálod, hogy kinyitod, és a legfelső kártyapot berakod, akkor ez nyilván egy új indiferens kártyalap lesz, és arra kell figyelni, hogy a bal kezedbe lévő kártyacsomag menjen a csomag tetejére. Tehát igazából bármit csinálhatsz, egészen addig, amíg ez a kártyalap lesz legfelül. Mert hogy ez a kártyalap a te, vagy éppen a nézőnek a választott kártyalapja. Ezért a legegyszerűbb az, hogyha megfogod, betolod, és éppen berakod ide. Utána jön a csettintés, és bum, fejön a csomag tetejére. Na most, azért, hogy itt egyszerűbb legyen a dolgunk, miután meg volt a csettintés is feljött, én leszoktam folytani a csomagot. Mert így már abban a pózban lesz, amiben tudom folytatni a trükköt. Ami nem más, mint az, hogy a nézőnek a kártyáját rá fogom rakni a csomag tetejére. De ügyelek arra, hogy közben csináljak egy break-et a legfelső kártyalap között. Tehát mutatom élesbe, megvan, és itt van a kiválasztott kártyád. Megvan a break, nézőnek alapját rárakom, és kettő lapot egyszerre emelek fel. Megint.
Arra kell figyelni, hogy mivel itt nem tudod, hogy mi lesz a legalja csomagnak, ha fekete kártyalap van, ráraksz egy másik feketét, majd leemled és piros lesz, akkor ez fel fog tűnni a nézőnek. Ezért arra kell figyelned, hogy amikor megfogod a kártyát, mindig a bal kezedet fordítsd először le, ezáltal nem fogja látni a néző a legalsó kártyalapot. A jobb kezedben lévő kártyát, ami egy dupla, azt elkezded meghajlítani. Azáltal, hogy meghajlítod, teljesen úgy fog kinézni, mint hogyha ez az egyetlen egy kártyalap meg lenne hajolva, holott valójában kettő darab kártyát hajlítasz meg. Amikor rárakod a csomag tetejére, akkor az lesz, hogy a két kártyalap egymáson van. Ugyaned kell rá, hogy nagyjából az felénél elemeled, a tetejét felemeled és a felét a másik kezedben hagyod, és a legfelső kártyalapot, ahogy lehúzod, a mutató ujjaddal egyből rárakod a másikra, így nem látszik, hogy itt van és itt is van egy meghajolt kártyalap. Tehát itt van az a kártyalap, amelyik a néző szerint az ő meghajlított kártyalap, holott igazából ez már egy indiferens kártyalap. Na most ezt rárakod a csomag tetejére, vársz egy kicsit, és igazából abban a másodpercben, amint felemeled ezt az ujjadat, a csomagban megjelenik a néző kártyalap. Pontosan nem is megjelenik, hanem feljön. És tényleg, mintha lehetne látni, hogy így jön, és így bum, megérkezett ide. Ezt nyilván óvatosan kell, tehát nem úgy kell, hogy így paf, feljön, hanem amennyire tudod, óvatosan, és igazából így kéne fogni a... Tudod így fogni a kártyalapot, hogy a csomag közepén, és úgy engeded el, csak most nyilván ebben a kameraszögben ez nagyon nehéz, tehát, hogy oldalt fogod, lenyomod, két ujjal fogod pontosan a közepénél, a mutató ujjaddal pedig feszíted a csomagot, tehát van benne egy kis hajlás, ezáltal nem látszik, és itt, ha elengeded a feszítést a hüvelyk, illetve a középső ujjaddal, akkor fel fog emelkedni egy kártyalap. Tehát mutatom még egyszer, és el lesznek alélve, amikor ez a kártyalap szintén az ő kártyalapjuk lesz. Szóval ez a híres Ambitious Card rutin, most már ti is be fogjátok tudni mutatni bárhol a világ bármelyik pontján. Szerintem egyébként ez tényleg egy tök jó trükk, a nézők kvázi elvárják a bűvésztől, ahogy már mondtam, hogy ezt meg tudja csinálni, és amit most mutattam nektek, ez nagyjából egy teljesen alap lejátszása, ennek még ezerféle variációja van, és bármilyen kreatív dolgot ki tudtok találni, annak érdekében, hogy fejlesztétek ezt a fajta trükk típust. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, követni Facebookon és Instagramon. Ha van bármilyen kérdésetek akármelyik trükkel kapcsolatban, írjatok a hivatalos YouTube csatornámra. Én Németh Gábor vagyok. Sziasztok! Ez sokkal jobban hangzik. Visszafordítja a kártyalapot, berakja a csomag közepébe, megmutatja nézőnek, hogy ez valójában a csomag közepébe van berakva. Betolja. És egy mozdulattal elejti.